Ennek a videónak nem írtam előre szöveget, szóval csak fejből mondom el. Szóval, amikor megvettük a házat, akkor az ingatlan ügynök azt mondta, hogy lesz internet, illetve hogy beköthető a kábel. De aztán kiderült, hogy egyáltalán nem így van, hogy nem volt semmi, kivéve a műholdas internetet. Szóval azt megrendeltük, igaz, baj lett belőle, mert azt mondták, hogy valaki ellopta az adataimat, és hogy abban, hogy az én adataimmal már valakinek van internete ezen a néven, de aztán kiderült, hogy mégse. De a rendőr is itt volt már akkor, mert kihívtuk, szóval bonyolult volt. Na mindegy, a lényeg az, hogy a végén be lett vezetve 2 éves szerződéssel, ami le is járt. Most néztük, illetve tavaly megpróbáltunk kábelnetet szerezni, az út végéről lett volna ide bevezetve. Na, az sem volt egyszerű, mert mondták, hogy 8000 dollár körül lenne, és akkor mi mondtuk, hogy oké, okay, kitöltjük a csekket és odaadjuk, de mondták, hogy nem, hanem először még majd kiküldik az embereket körülnézni, amire vártunk egy egész hónapot, mire végig kellett telefonálni mindenféle irodákat, hogy hol van az ember. Erre azt mondták, hogy nem járt itt soha, holott az előtte meg azt mondták, hogy már járt itt, szóval az is nagyon bonyolult volt. De végül másnap akkor már csak kiküldtek valakit, mikor már körbe telefonáltunk mindenkit, és akkor utána felhívtuk őket pár nappal. Mondták, hogy nem 8000 dollár lenne, hanem majdnem 80000 dollár. Persze az úgy felejtős volt az egész. Szóval maradt a régi net egy darabig. De aztán most láttunk egy olyat a weboldalon, hogy fel lehet így javítani. Mit jelent, hogy gyorsabb-e, de nem gyorsabb. Csak annyit jelent elvileg, hogy a új a műhold. Elvileg az volt, hogy néhány dollárral olcsóbb is lesz havonta, úgyhogy belementünk. Ami most úgy néz ki, hogy lehet, hogy nem is lesz olcsóbb, mindegy. Szóval a régi helyről annyit mondtak, hogy ne aggódjunk a régi számlák miatt, mert majd az új hely fogja az új számlákat kiküldeni. A régire rá volt írva, hogy nulla ott a weboldalon, szóval nem kell miatt aggódni. Erre eltelt egy hét, kimegyek a postaládához ma, behozom a leveleket, és van egy levél a régi internet szolgáltatótól, hogy fizessünk ki 260 dollárt. 260 dollárt egy olyan dologra, ami elvileg már lejárt. Mert 2 éves volt a szerződés, és most meg már eltelt 2,5 év, szóval teljesen értelmetlen volt az egész. Úgyhogy interneten felmentem a weboldalra, chat, nem kértem segítséget. Erre mondja a fickó, hogy szerinte sincs értelme ennek, hogy ennyi pénzt kérnek tőlem, szerződés szegésért tulajdonképpen, mert nem is volt szerződés. Megadott egy telefonszámot, ezt felhívtuk. Először egy indiai nővel beszéltünk. Ő kibekapcsolt a telefont, ment a telefonhoz zene állandóan. Aztán ő kapcsolt egy amerikai nőhöz, aki aztán kapcsolt egy harmadik nőhöz. Azt hiszem, talán a negyedikkel beszéltünk, az volt a szakértő a dolognak. Neki is elmond. Hát mindegyiknek elmondtuk, hogy mi volt. A legutolsó mondta, hogy hát ő nem tudja, de valamiért újraírták, újraindítottak egy szerződést, vagy valami ilyesmi. És akkor azért van itt most ez a szerződés szegés dolog. De semmi értelme, ugye, mert
az utolsó nap velük miért írtak volna egy új szerződést. Szóval mindegy, itt beszéltünk, meg panaszkodtunk neki, erre azt mondta, hogy jó van, akkor felejtsük el, és akkor nem kell kifizetni ezt a 200 akárhány dollárt, majdnem 260-at, mert hogy valamit ők elrontottak. De az a nagy helyzet, hogy szerintem nem elrontották, hanem szándékosan csináltak egy ilyet, mert úgy gondolják, hogy nem is úgy gondolják, hanem biztos, hogy ha mondjuk egy öreg ember van, öreg házaspár, öreg asszony, teljesen mindegy, vagy valaki, aki nem beszéli a nyelvet jól, vagy akinek nincs telefonja például, mert csak telefonon lehet ezt a szart elintézni, akkor azt szépen le tudják húzni. Az idős emberek nem tudják ezt elintézni telefonon, akkor ők szépen befizetik, mert mit csináljanak. Szóval ez egy nagy átverés. Legalább mi megúsztuk.